csaknem 9 millió forinttal támogatják a civileket. A közlekedés és a parkolás volt a közmeghallgatás fő témája. Kelta ékszerek is előkerültek a nagygombos jásatáson. Köszöntöm nézőinket! Hegedűs Viktória vagyok, Önök a 60 TV híradóját látják. A 2019-ben megválasztott testület megtartotta utolsó ülését. Itt többek között arról döntöttek a képviselők, hogy támogatják az iskolákat, illetve a civil alapban 101 szervezet támogatását is megszavazták. Ünnepi pillanatokkal kezdődött a testületi ülés. Szinyei András az idén megválasztott díszpolgár névtábláját felhelyezték a nagyterem falára. Ezt követően a napirendi pontok következtek, amik közül több is a támogatásokról szólt, így a Bajza József Gimnázium tehetséggondozó programját is segítik. Emellett az ötös iskola kirándulását és dráma szakkörük novemberi előadását is támogatja a város. Döntöttek arról is, hogy a Burza Hungarikához kapcsolódóan segítik a felsőoktatásban résztvevő diákokat, és szavaztak a fiatalok életkezdési támogatásáról is. Ezen túl a Kodály iskola tornacsarnokát Fülöp Andor tornacsarnoknak nevezik, az intézmény egykori pedagógusa meghatározó személyisége volt az iskolának, munkája és emberi nagysága előtt tisztelegve hamarosan egy emléktáblát is kihelyeznek. Több mint 160 civil szervezetet támogatott az önkormányzat ebben a fél évben. A civil alapra a helyi egyesületek pályázhatnak, most összesen 8,6 millió forint támogatást ítéltek meg ezeknek a szervezeteknek. Horváth Richárd polgármester azt mondta, a civilek kiemelten fontosak a város számára. Polgári város alapját az erős közösségek adják, az erős civil közösségek, és mi ebben szeretnénk őket támogatni, hogy tudjanak fejlődni, tudják leszervezni a saját programjaikat, és tudjanak újabb és újabb embereket megszólítani, hiszen ők teszik a dolgukat a mindennapokban, összejárnak, együtt vannak, jól érzik magukat, de miközben a tevékenységüket végzik, ezzel erősítik a tagjaikat, a családtagjaikat, és erősítik a várost. És adott esetben akár a város jó hírét is viszik az országban, vagy akár a nagyvilágban. Kitért rá, hogy hiába tartoznak az iskolák a klikhez, a város mindenben támogatja és segíti őket. Ez a mostani volt a 2019-ben megválasztott képviselők utolsó testületi ülése. Horváth Richárd mindenkinek megköszönte a munkát, felidézve, hogy 5 évvel ezelőtt senki sem gondolta, hogy ebben a ciklusban majd világjárvánnyal, háborúval és hatalmas inflációval is kell küzdeni. Az elmúlt 5 évben is ez a város nagyon szépen fejlődött, és ezen fejlődés kapcsán szeretném megköszönni a jelenlévő és a nem jelenlévő testületi tagoknak, hogy képesek voltunk arra, hogy a város érdekében, a 60 emberek érdekében közösen egy irányba gondolkodjunk és közösen egy irányba mozogjunk, képesek voltunk arra, hogy a munkát közös erővel válthoz vetve el tudjuk végezni. Ahogy fogalmazott, a 60-iak összefogtak, a képviselők is mindvégig együtt dolgoztak, aminek pedig érezhető az eredménye, a város stabilitása. Az idei közmeghallgatáson a közlekedés és a parkolás kérdése volt a fő téma. Többen tettek fel kérdéseket írásban, például a városi állattartással kapcsolatban a kerékpárútról. A szeptember végi testületi ülésen tartották meg a közmeghallgatást, a 60-iak írásban tehettek fel kérdéseket a várossal és annak működésével kapcsolatban. Az írásban feltett kérdésekre a közmeghallgatáson válaszolni kell, ha a kérdező a közmeghallgatáson jelen van. Amennyiben nincs ott, vagy a kérdés összetettsége, illetve a kivizsgálására fordítandó idő miatt ez szükséges, úgy részére a közmeghallgatást követő 15 napon belül írásban kell választ adni. Írásban több kérdés is érkezett, voltak, amik a városi állattartással kapcsolatosak, de mások a kerékpárutakról érdeklődtek. A helyszínen pedig Pál Pista László a közlekedésről kérdezett.
Mint felvetette, a Balassi Bálint úton a reggeli órákban nagyon nagy forgalom van, az utak rossz állapotúak, annyira, hogy kerékpárral is nehezen járhatóak. Kitért arra is, hogy a Vasgereben utcában is gondot okoz a közlekedés, sokan száguldoznak arra. Beszélt arról is, a Nádasdi úton és a Pázsit úton rengeteg a parkolóautó, ami sok esetben balesetveszélyes lehet. Átmegyünk a hármason, ott mindjárt van egy megállítós tábla, első utca mindjárt feloldja. Utána ott van a tanulóautók, meg egyéb autók, leparkoznak órákat is sokszor. És ugye visszafelé meg a kocsmánál van gyakorlatilag, a spárnál, és ott is az első keresztül is feloldja. Tehát állandóan olyan parkoló autók vannak, akik leteszik órákra is az autót, és nem lesz közlekedés, főleg a csúcsforgalmi időszakban. És ami katasztrofális még, a Pázsit úti, meg Szabadság úti lakótelepnek a forgalma. Ugyanis ott is már annyi az autó, hogy az oldalparkozók nem tudnak állni, megállnak ugye párhuzamos az úttal, és most ki kell találni, hogy most melyikünk megy előre, és melyikünk megy hátra, mert egyszerűen nem lehet közlekedni. Horváth Richárd válaszában kitért rá, hogy sok helyen tapasztalják azt a városban, hogy akik nem 60-iak, de innen utaznak tovább, leteszik reggel az autójukat, és egész nap ott áll. Lerakja az autót, és onnét megy tovább busszal, vonattal, vagy éppen bármilyen más közlekedési eszközzel. Ennek kapcsán éppen a héten kértem a műszaki irodát, illetve a kollégáinkat, hogy nézzék át a parkoló autókat, hogy melyik autó az, amelyik 60-i, és amely egyébként ingyenesen parkolhat, és melyik autó az, amelyik vidéki, és valószínűleg egy koncepciót kell kidolgoznunk arra, hogy ezeket az autókat, a nem 60-i autókat, hogyan tudjuk kiszorítani valahogy a városból, hogy melyik parkoljanak. De erre próbálunk egy megoldást generálni. A polgármester elmondta, hogy a városban elképesztően sok, a 4 évvel ezelőtti adatok alapján összesen 12.259 darab autó van. Ez több, mint amennyi lakás van a városban, és olyan, mintha minden második 60-ira jutna egy autó. A város tehermentesítésére pedig az északi elkerülő út lenne a megoldás, de a kormány nem támogatja azt. A római birodalmi őrtorony közelében szeptember elején kezdődő ásatás végéhez érnek hamarosan. A munkálatok során korábbról származó leleteket is találtak, előkerült a földből egyebek mellett több kelta ékszer maradványa. Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, szeptember első felében régészeti ásatások indultak Nagygomboson. Egy ottani lakó bővítést szeretett volna végezni telkén, amikor is a földet ásva kövekre bukkant. Hamar kiderült, hogy nem építési törmelékről van szó, hanem egy 4. századi római kori lelőhelyről, amely a már feltárt egykori római birodalmi katonai őrállomáshoz tartozó baraképület maradványait rejti. A munkálatok a Magyar Nemzeti Múzeum, a Dobó István Vár Múzeum és a 60-i Lajos Múzeum összefogásával kezdődött el, az ingatlan tulajdonosának beleegyezésével. Elsősorban a római kori leletek érdekelnek minket, hiszen ezek segítenek megérteni ennek az épületnek az építés történetét és azt a történeti környezetet, amelyben létrejött. Ezen kívül az épülettel egyidős leleteink javarésze építőanyag, de nagyon különlegesek a bélyeges, római katonai bélyeges téglák, többek között az építésért felelős katonai parancsnok, a germán származású Frigeridus nevével is találkozhatunk téglabélyegeken. Ezen kívül néhány római kerámia az, amit az épülethez, vagy hát a római korhoz köthetünk. A rómaiak egy olyan területen építkeztek itt, amely korábban is lakott volt a szarmaták által és az azt megelőző vaskorban élőkkel, így sokkal több lelet fellelhető ezen a területen. A legjelentősebb, amit most találtak, egy kelta, kobaltkék üveg, karperec darabja, valamint egy amulett. A megtalált tárgyak a 60-i Lajos Múzeumban is láthatóak lesznek, jelentette be Gál Andrea, a Kulturális Intézmény régész múzeológusa. Az ásatás ugye most október elején befejeződik, de minél hamarabb szeretnénk az értékesebb leleteket restauráltatni, és a jelenlegi őskoros, illetve római koros kiállításban bemutatni. Ugye tavaly nyílt májusban a római szarmatás kiállításunk, ott már az őrtorony kapott egy termet, de akkor még csak a 60-as évek végi ásatás szerepelt benne, de én szeretném kibővíteni a mostani őszi ásatás fotóival, dokumentációval és a tárgyakkal is természetesen. A 60-i Lajos Múzeumot tavaly májusban területi múzeummá minősítették, ami egy magasabb szakmai besorolás. Ennek köszönhető, hogy az intézmény már tud régészeti ásatásokat végezni.
Szeptember 27-én 17 órától könyvbemutatót tartanak az Ady Endre könyvtárban. Az eseményen Mangó Gabriella házi orvos természetgyógyász idén megjelent, a Gyógyítás útjai című könyvét ismerhetik meg jobban az esemény résztvevői. A kötet a helyszínen megvásárolható és dedikáltatható lesz. Október 5-én 10 órától egészségnapot tartanak a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Az eseményen szeretnék felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, valamint a természetközeliség fontosságára. A szervezők szeretnék bemutatni a családoknak és az érdeklődőknek, hogy milyen hasznos tudásra is tehetnek szert, ha odafigyelnek magukra és környezetükre egyaránt. A programon való részvétel díjmentes. Pénteken sok napsütésre, meleg időre van kilátás. Élénk, erős lesz a déli, délnyugati szél. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, a csúcshőmérséklet 20 és 31 fok között alakul. Szombaton a hidegfront hatására gyakran erőteljesen megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön kialakulhat eső, zápor. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul. Vasárnap elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki még eső, zápor, majd késő délutánra mindenhol megszűnik a csapadék. Az élénk erős északi szélben mindössze 13 és 19 fok közé melegszik a levegő. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. A Mesepercekben a Bátor Nyulacska című történetet hallgathatják meg a gyerekek. Ezt követően a kommentárban az FC 60 futballcsapat céljairól tudhatnak meg többet. Az élesztőben pedig Skáfár Bence beszél arról, hogy miként javíthatunk az életminőségünkön innovatív módszerekkel. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Híreinket pedig megtalálják a 60hírlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!